Nem is hiszi az ember, 80 éves Zorán. Az igazi nagy szám azonban a megannyi legendás dal. Annyi nótája áll itt tiszteletünk jeléül a nevezetes születésnapon, amennyi a legendás zenész csak szeretne lenni. 20. Bábel. A hőskorszak. A Metróklubról is el lehetett mondani, Bábel ehhez képest csendes, nyugodt családi ház. A Zorán, Dusán, Brunner, Frenreis, Söck ötös csörömpölt, a lányok meg önkívületben sikítoztak. Ha bármelyiküket látta volna az édes évek alatt az édesanyjuk, akkor örökre eltiltotta volna attól a helytől, amelyről a Metró így énekelt a Budapest sportcsarnokban tartott 1992-es búcsú koncertjére készült a Jövő szele című számában, ha belépőd van, az majdnem útlevél. Mi fáj? Nikolics Ottó és Boros János dala volt, nem a Metróé. De az együttesre osztották az 1966-os Tánádal Fesztiválon. A zenekar körében nem aratott nagy sikert, a közönség azonban oda volt érte. Még a nyugdíjas nénik is dúdolták, hogy búj ide hát, és mondd el, mi fáj. A fesztiválos megjelenés tagadhatatlanul mérföldkő volt az együttes történetében, országos kedvencé tette a csapatot. Gyémánt és arany. Újabb emblematikus állomás, 1967-ben bemutatták az első magyar Beat filmet, az Ezek a fiatalokat, a Szent Háromság, az Illés, a Metró, az Omega valamint a főszereplő Kolos Zsuzsa, azaz Koncz Zsuzsa felvonulásával. Egy hétig nem mentem iskolába, minden nap 4:10-kor, az első előadáson ott ültem a nyitható tetejű körúti szikra moziban. Nem egyszer 4:12-kor is ott maradtam. Utóbb a Kócos ördögökben magamra ismertem, 8 éven át egy suliba jártunk, az utat jól ismertük, megtörtént mégis, hogy nem találtuk, s egy moziba tévedtünk. A gyémánt és arany hangterjedelmén sokan csodálkoztak, pedig Zorán sorra énekelte Roy Orbison operaáriáit. A filmdal 68. januárjában második volt a slágerlistán. A Bell, a részeges kutya a 4., a viharvirág a 8. helyen állomásozott. Egy hónappal később a viharvirág volt a 2., a gyémánt és arany a 4., a Bell a 7. Száguldott a Metró. Ülök egy rózsaszínű kádban. Ilyen bemondással nem lehetett a háttérben ragadni, jól lehet idehaza akkoriban kevesen lubickoltak rózsaszínű kádban. A szédülő fejemen egy csákó, sorra a bódult rajongó azt dúdolta magában, tuti, hogy megőrült a csávó. 69. novemberében a lista élén állt a zenekar a legszebb ünnepi ruhájában. Citromízű banán. Újabb találmány. Megjelenésekor azt éreztem, itt valami tévedés van. Ha hallgatom a Metrót, nekem banánízű a citrom. Dohány füstös terem. A nóta a Dohány és a Síp utca sarkán nyitott kegyhelyről, a Metróklubról szólt. Erről annak idején azt írták, taglétszáma annyira telített, hogy új tagok felvételére már nincs mód. A kislemez túloldalán egy másik remek, a Pár csepp méz volt hallható, szerény véleményem szerint a megannyi kislemezt megjelentető Metró 45-ös fordulatszámú korongjai közül ez volt a legjobb. Azért a törött poharat sem dobtam a kukába. Kócos ördögök. A rózsaszínű kád után a 2. Metrószám, amely a slágerlista élére került. Nyilván azért is, mert kócos ördögök voltunk mindannyian, én például ugyanolyan frizurát hordtam, mint Zorán. Énektudásunkban és gitárjátékunkban már akadt némi különbség. Ezért nem átkoztam őt, azért viszont annál inkább, hogy miatta moshatok naponta hajat. Akire szerelemmel nézhetek. A Taurusszal énekelte Zorán. Abból a zenekarból már senki nem él, Balázs Fecó, Brunner Győző, Radics Béla, valamint az a Szám Lajos, akinek a helyére került Zorán, egyaránt meghalt. A szám ma aktuálisabb, mint valaha, sokkal békésebb lesz akkor a világ, ha egy napon virággá változnak a fegyverek. Könyörgés. A dal Zalatné Sarolta lemezén szerepelt először, a Presse Adam is szerző kettős jegyezte, az LGT kísérte. A feldolgozás állította új pályára Zoránt. Kikövezte az utat a 20.-21. századi magyar sanzon számára. Apám hitte. A Zorán koncertek elmaradhatatlan száma.
Szilvie Vartam feldolgozta Jeveux Aim, Szeretni akarok, címmel. Magam nem ágyultam el a daltól, de két sora bennem maradt, apám elhitte Chaplin bánatát, apám elhitte a folyók irányát. Így is jó. A jövőbe látó dal. Ma is ugyanúgy érvényes, mint 1979-ben, jobb nem is jár, ha nekünk így is jó. Nem évült el a mondani valója a mi kéne még, nek sem, sok futballmeccs megvetélkedő nagyon kéne még. Azt azonban a jövendő mondódusán sem láthatta előre, hogy lesz idő, amikor a Felcsút, a Gyirmót, a Kisvárda, a Mezőkövest szerepel a labdarúgó NB1-ben. Az Így is jó Zorán harmadik önálló albumán jelent meg, és a korabeli kritika így szólt, egy kései utódunk, aki alkalomattán rock történettel is foglalkozik, nem térhet majd ki a Zorán trilógia sajátosságainak értékelése elől, s valószínűleg külön fejezetben méltatja majd ezt a három lemezt. Ne várd a májuszt! A 11 dal című Zorán albumon látott napvilágot 1982-ben. 40 éve készülünk a hosszú télre a szerző Bródi János nem feltétlenül meteorológiai előrejelzése nyomán. Hé, 67! Kern Andrással dalolt a Zorán az 1989-ben megjelent Szép holnap című albumán. A szám ezzel zárult, azt hitid, mint annyi jó bohóc, hogy a lényeghez is hozzászólsz. Megértően rábólintok. Ahogy volt, úgy volt. A Szép holnap a Dire Straits Wyvery című dalának feldolgozása volt, és ez is a Knopfler feelinget idézte. De mintha a mának szólt volna a rendszerváltás hajnalán, nem kell, hogy átírd a múltam, azt, ami csak pont úgy volt. A zenénél maradva, Pressze Gábor azt mondta, 90 után vártam, hogy előkerülnek az addig kényszerűen dobozba zárt remek művek. Talán egy sem került elő. Volt egy tánc. Leonard Cohen 1986-ban megjelent Take This Waltz, Járde Keringőt című dalának feldolgozása. Annak szövege Federico García Lorca Kisbécsi Keringő című versének műfordítása volt. A magyar változat is költőinek nevezhető, és a Brostűből szénre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban állt. Hitte az otthon melegét. Boldog idő. Ezzel a címmel még musical is született. Mondhatsz bármit, nekem tetszett, ez az átkos múlt idő, mert a sátor ott állt benne, és benne én, és benne ő, dalolt a Zorán. Majd megint megmondta, mi vár ránk, az lesz a szép boldog idő, se pénz, se gond, se bor, se nő. Osztálykirándulás. Egy másik sátor ugyanabból a korból. A Naphegyen hallgattam a Gellért hegyi álmokat. Zorán Kont Zsuzsával énekelte, lábunk előtt a jövő ott hever, az orkékattok, hogy sose vesszen el, hogy volt egy idő, olyan fekete-fehér. Mit gondolnak, azóta szinorgia van? Kell ott fenn egy ország. Meg persze kell itt lenni is. Hogy milyen? Kicsi, nem savanyú, de a miénk. Zorán moshatná a kezeit, a maga részéről igyekezett sok mindent megtenni, hogy jobb legyen. S maradt, aki volt. Ez sem mindenkinek sikerült, hogy finomak legyünk. Kabáddal. A visszatérés a kezdetekhez, egy új rock-and-roll a régiből. Csak a zene miatt is ajánlom mindenkinek. Ami pedig a szöveget illeti, és ott van még a hatalom, sosem lóg a fogason, ujja hosszú, zsebe mély, s minden törpe belefér. Nem igaz. 30. Ez a dal az évek száma. Ma nem énekelhető másképp, mennyi? Hát 80. Mi 80? Mi mennyi?